Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Napfényes Vegán Séf YouTube csatornán. Először is hadd osszak meg egy örömhírt veletek, elértük a bűvös 20 000-es feliratkozói számot, amit ezúton is köszönünk nektek, hogy ennyire kitartatok mellettünk és követtek, a jobbnál jobb receptjeinket megoszthatjuk veletek. Cél a bűvös 50 000-es, és ami következik, újabb tematikus videók, nyers vegán konyha, celebekkel fogok főzni, egyéb vegán séfekkel tervezek együtt forgatni itt a stúdiókonyhában. Gyertek, tartsatok velünk most is! Mielőtt belevágnánk a mai menünkben, hadd biztassalak arra, hogy kapcsolódj te is a 20 000-es táborunkhoz, és iratkozz fel, ha még ezt eddig nem tetted meg. Most pedig jöjjön az ételünk, egy szójacsíkot fogok készíteni ázsiai stílusban, ebben a wokban fogom összepirítani gyömbérrel, hagymával, egy ilyen édes, szezámos ízvilággal, és egy jó ecetes sushirist fogok főzni hozzá, és egy ilyen ázsiai típusú uborka salátával fogom tálalni. Na, elindul a főzés, méghozzá úgy, hogy ez most itt 30 deka sushi rizs, amit ebben a kis lábosban fogok megfőzni. Ehhez föltettem körülbelül másfélszeres vizet, ez lassan forr, és nagyon fontos, hogy a rizsről lemosom a szennyeződést, az esetlegesen plusz keményítőt, tehát jön egy hidegvizes kezelés. Meg is vagyok, hogyha megfigyelitek, akkor itt a kifolyó lé az ilyen teljes hatású, tehát hogy egy picit opálos a víz, de ez nem baj, a nagyját már lemostuk, lassan forr a vízünk, picit adok egy kis kakaót a tűzhelynek, megvárjuk, míg fölforr, mehet bele, és szép lassan felfőzzük. De addig is előkészülök a wokkos részére a receptnek. Először a szójacsíkot szeretném bemutatni nektek, ezt ilyen szárított verzióba lehet kapni mindenféle hipermarketben. Egyszerűen sós vízben jól megfőztem puhára, leszűrtem, hagytam kihűlni, ez itt van. Először is felhevítem a serpenyőt, mehet bele egy picike olaj, ez most szőlőmagolaj, de megfogom ezzel a pirított szezámolajjal is egy kicsit locsolni, hogy már ez a különleges ízvilág itt szépen megjelenjen, de először is a gyömbért fölvágom apró kockára. Az azt jelenti, hogy nagyon vékony szeletek, majd csíkozom, és finomra vágom. Oké, még nem teszem bele a serpenyőbe, majd együtt fogom a vöröshagymával, és ehhez feldarabolom a vöröshagymát is. Hát mi erre vágjuk? Ázsiai típusú étel, ugye a csíkhoz valamiféle csík, vagy valami hosszúkásabb forma dukál, ez mondjuk ilyen vékony félcentis szeletekre vágom a hagymát. Lesz itt még nekünk fokhagyma, ezt is már ide készítem a deszkára, és ha megnézitek, akkor itt vannak a fő összetevők, a gyömbér, a fokhagyma és a hagyma. Ezek alapozzák meg itt a wokban nekünk az ételünket, és ezt a kápiát is bele fogjuk tenni, de látom közben, hogy forr a vízünk, úgyhogy mehet bele a sushi rizs, ami közben lecsöpögött, rögtön letakarom, adok rá egy pici kakaót, mert ilyenkor lehűti a vizet, és sót ebbe most direkt nem teszek, mert majd utol fogom ízesíteni a végén egy ilyen sushi ecettel, úgynevezett sushi ecettel, amit majd elmondok, hogy hogy készül. Na de térjünk vissza a wokhoz, lassan forrósodik, adok még neki egy kis kakaót, és fölvágjuk addig a kápia paprikát, aminek eltávolítom az erejét. Ezt is szintén csíkra vágom, amint látjátok, hasonlít a hagymára, és hasonlít a szójacsíkra, mehet is bele a hagyma. Fontos, hogy forró legyen, és tartsuk ezt a hőfokot a wokkunkba, akár gázon, akár szabad tűzön, akár villanytűzhelyen főzünk. Fölforrt a rizsünk, úgyhogy kap egy keverést, mert kicsit leragadt az alja, az elején ugye hajlamos oda kapni egy picit. Nagyon jó, fedő mehet vissza, és leveszem közepes hőfokra, szépen gyöngyözöm folyamatosan, 5-10 perc forrás, és le is lehet kapcsolni gyakorlatilag. Halljátok, hogy sistereg a hagyma, ilyenkor jó a pirulás, van már némi színe is, nagyon jó, mehet bele a paprika, hiszen ennek is azért kell némi idő,
még mindig nem teszem hozzá a gyömbért, mert annyira apró a gyömbér, hogy rögtön lemenne a lábosnak, vagyis hogy a serpenyőnek az aljára, és azonnal elkezdene pirulni, égni, majd fél időbe adagolom a gyömbért, úgyhogy jól néz ki egyelőre. Félig jó lesz itt a hagymás pirultság, és most jön ez a jó kis fűszeres, sötét, pirított szezámolaj. Egészen különleges illata van, zamata, ehhez az ételhez kifejezetten passzol, úgyhogy nem szoktam én sem sűrűn használni, nem is érdemes egy egész litert megvenni, ha van kisebb kiszerelés, próbálkozzatok először azzal. Elég erős is, úgyhogy nem tudom ki mennyire szereti, de például egy sárgarépa szójacsíra salátához is hozzá lehet adni, ugye egy jó fűszeres ízvilág, salátákat amúgy is szoktuk némi olajjal csúszósabbá tenni, hát jó lesz itt a pirultság, mehet bele a gyömbér. Közben alakul a rizs is, szépen beszívta a víz többségét, néhány perc, 2-3 perc és le is kapcsolom. Nem baj, ha egy picit ragacsos lesz, ez egy olyan étel, ami elbírja azt, hogy egy rizs kicsit mászkosabb legyen, természetesen nem szétfőzni akarom, vagy egy ilyen rizskrémet, de ha egy picit összetapadna sushi rizsnél, az még megbocsátható, sőt, dukál is neki ez a minőség. Nagyon jó alakul itt a pirulás, szerintem most mehet bele a fokhagyma, úgyhogy az is kapjon egy kis hőkezelést, így, és szépen elkezdem adagolni a kis szójacsíkot, hadd pirüljön ez is, ez azt jelenti, hogy hát felmérem itt az arányokat, mennyit bír el, egy pötty szezámolaj még mehet rá, piruljon itt a kis szója is. Közben a sushi rizst lekapcsolom, most nem akarom úgy megmutatni, hogy leveszem a tetejét, mert akkor megszakítom itt a párolódási folyamatot, hanem egyszerűen csak nem is leveszem, hanem lekapcsolom. Az a pici hőmennyiség, ami még kiáramlik a tűzhelyből, azt még elbírja, némi kis vízmennyiség ott bugyog. Körülbelül negyed órát így állni hagyom és utóízesítjük, addigra kész leszek a főétellel is. Következzen még egy kis fűszerezés, méghozzá ez egy chili bors keverék itt az őrlőben, úgyhogy hadd menjen rá. A chili lehet akár friss is, chilivel megszórom, nem volt annyira intenzív. Ez is hadd piruljon, szójával még piruljanak össze itt a résztvevők, egész nyugodtan van időnk. Addig, amíg ez elkészül, addig előkészítem a zuborka salátát, ami annyit tesz első körben, hogy meghámozom. Hámozás után szükségem lesz még erre a kis szerszámra, mert egyszerűen csak így legyalulom a zuborkát körbe-körbe, és így fog kinézni a salátánk. Íme így néz ki, gyalult uborkánk, és mindjárt ízesíthetjük. Közben nem szabad itt elhagynunk a wokkot sem, hiszen már egész jó színe van itt az összetevőknek, úgyhogy mehet is a további ízesítés. Méghozzá agavé sziruppal fogom édesíteni. Először is jól meglocsolom. Most jöhet a só, hiszen nem tettem egyáltalán még rá sót. Jöhet egy kis sima tamari, és egy kevés sötét színű szójaszósz. Most pedig nézzük, hogy mire van még szükségünk. Szezámmag. Beszórom előre megpirított szezámmaggal, jó vastagon. Keverés közben lekapcsoltam a tűzhelyet, most már nem kell pirulnia, viszont szeretnék még kialakítani egyfajta mázat a szójafalatok körül, tehát egy kicsit legyen egy ilyen ragacsos állaga. Ehhez segítségül hívom a tápióka keményítőt, készítek belőle egy bevonatot. Egy jó két evőkanállal tettem ide ebbe a keverőtálba. Ha nincs otthon tápiókátok, akkor jó a kukorica keményítő és burgonya keményítő is. Mehet egy kevés víz, ezzel először elkeverjük simára, hiszen ez egy sűrítésnek is beillik, csak most mászként fog funkcionálni. Szép lassan adagolom, aztán meglátjuk, hogy mennyit vesz fel. Ne legyen természetesen, ne álljon össze, ne legyen túl ragacsos. Lehet, hogy még egy kevés sima folyadékra lesz szükségem. Van egy kis szaftja is.
kicsit ragad is, fényes is, sötét is, ott vannak a kis mozaikok benne, a gyömbér, a hagyma, félretesszük, vagyis hogy egyszerűen csak így hagyjuk, hiszen beízesítjük az uborka salátát és a rizst. Először az uborkát fogom, mert picit jó, hogyha állni hagyjuk. Ehhez van nekem itt egy kevés rizsecetem, talán egy csöpp agavészirup erre is mehet, kicsi sóval hintem. Nézzük a sushi rizst. Látjátok, hogy milyen szép pergős lett, de közben mégis van egy ragacsossága, ujjjjj, nagyon szép, nagyon szép. Most nekem ezt illene beízesítenem, hiszen ez teljesen natur, semmi íze nincs gyakorlatilag. Tisztán a rizsnek van egy saját ízvilága, és van egy úgynevezett sushi ecetem, ezt az étteremben a sushi rizs ízesítésére használjuk. Rizsecet, nátszukor és só elege van felfőzve, megfelelő arányban. Ezt most nem tanuljuk, hanem egyszerűen csak tetszés szerint belötyintem. Mindjárt fogok is egy tányért, és megnézzük, hogy néz ki kitálalva. Kitálalom szépen. Hát itt most külön fogok minden összetevőt, a fogás összetevőit külön edénybe tálalom. Finom lett a rizsünk, kicsit ragad, és a ragunk, az isteni ragacsos, csípős, szezámos szójacsíkok. Pici szezámmal szórom, együtt is megkóstolom őket, mert külön-külön nagyon finom minden. És egy kis hűs uborka. Kiváló a harmónia. Biztos vagyok benne, hogy már ti is megkívántátok ezt a fogást, annyit áradoztam róla, akár változtassatok néhány összetevőt, de mindenképp próbáljátok ki, és ha tetszett a videó, akkor kérlek iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Köszönöm szépen, találkozunk a jövő héten is. Sziasztok!